De egyébként mennyivel okosabb, mert ha egyszer indult mind a háromból, csak egyszer kapják meg. De hát így most, háromszor. Így van. És van esély rá, hogy sokan megnézhetik a meccset. OTP fiók vezető miért eddig a legtovább. Figyelem, hétfőn reggel a kurián el lehet mondani, hogy hogy vettük át az embereket. Hazárulók, gyilkosok! Gyilkosok! Hazárulók! Az kevésnél fontos. Gyilkosok, a valami benn maradt. Igen, nagy a stressz, tudom. Meg is vagyunk a táska. Igen. Csak annyi kell, hogy elmondani, hogy hogy verték át az embereket. Ennyi bőven elég, és onnantól kezdve a francok sincs kedvét tüntetni a bankok előtt. Hocskosok! Rondi fok! Rondi fok! Jó hétvégét! Itt az ide bevallani az átverést! Anyád büszke lehetlen! Az OTP meg ezen rohagy, de mindjárt oda megy! Elő kellene bevallani, én börtönbe kerülni! Én nem aludik nyugodtan! Hát igen! Uraim, köszönjük szépen a mai napot! Mindjárt majd, de mindjárt majd, mert ez még különbe, tehát itt most csak tőlük köszöntünk el. Valamiért volt olyan érzésem, hogy nem a társasházi ez a kordon. Úgy látszik, a bank finanszírozta ezt a dolgot. A mi pénzünkből a bank. Ugye rávette a társasházat is, hogy oda minket ne engedjen be. Hát ezek a bankok sok mindent megtesznek. Siófok, elköszön! Sziasztok! Örülök, hogy itt voltatok! Beugrasszat szépen! Igen, a rendezvényen itt beszélgettünk róla, hogy vajon megvárjuk-e az OPP-t is, hogy bezárjon. Mivel egész nap nem nagyon kommunikáltunk velük, úgy döntött a csapat nagy része, hogy elég nekünk most ez a négy bank, mert ugye négyet zárattunk, és mutattuk meg, az FHB, a Budapest Bank, a CID és az ERSZ-e is megkapta a magáét. Ne legyünk telhetetlenek, lesz még alkalom a Budapest Bank, vagy az OTP-hez is. Viszont mindenki el tudja érni még a meccsen, aki szeretné. A mai rendezvény úgyhogy sikeres volt. Ennyi ideig, ilyen jó riport a rendezvényünkről még soha nem hangzott el hirtévében. Ennyi bankos. Ennyi bankos, még nem tudtunk motiválni arra, hogy álljon elő azzal, hogy átverte az embereket, tehát ez is egy csúcs volt a mai napon. Igaz, hogy kicsit kaptak a biztonsági szolgálat emberei, ők ezért ne haragudjanak, egy a célunk, megúsztuk ezt a devizahitelt mindannyian és a kirablást. Sok sikert kívánunk, jó hétvégét, reméljük, hogy legközelebb nem kell ezt végigállniuk. Köszönjük szépen a rendvédelmi dolgozók mai munkáját! Parádés volt ez a mai nap! A mi szervezésünkben valószínű július 18-a lesz a békamenet. Ha csak nem, valami mást találunk ki addig, de azt azért írjuk föl, hamarosan megy a bejelentés. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen!
És nektek is köszönöm, csodálatos volt ez a nap, rengeteg kreatív ötlettel, egyéni akciókkal, hozzáállással, bátorsággal és aktivitással, így is kell ezt csinálni. Bontsuk le a cuccokat, szedjük össze a szemetet, és mindenki menjen haza, érezzétek jól magatokat, jó hétvégét, jó utat mindenkinek. Sziasztok! Csoda történt a devizahitelbe belerokka. Thank you.